Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy GNOME kiterjesztéssel fogok foglalkozni. Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hiszen sokan tudjátok, hogy én i3-at, illetve XFCE-t használok, legalábbis azt használtam az elmúlt ideig. Kipróbáltam egy disztribúciót, amit úgy hívnak, hogy Nobara. Ez a Fedorának egyik verziója, és nagyon megtetszett. Mind a három, azaz XFCE, i3, illetve a GNOME-os Nobara is fent volt a gépemen, és egyszer csak azt vettem észre, hogy indításkor legtöbbször a Nobarát választom. Nagyon kényelmes, nagyon sok mindent tud, és nagyon szépen néz ki, de van egy hátránya. A GNOME-nak van egy hátránya, igazából nem hátrány, előny, ahogy neked tetszik. Az, hogy bizony vannak olyan funkciók, ami nincsenek benne alapból, hogy ez jó, hát bizony jó, hogyha nem kell az a funkció, nem zavar, és rossz, akkor, hogyha azt a funkciót szeretnéd elérni, és hát bizony valamit tenni kell annak érdekében, hogy ilyen funkciót elérjél. Ilyen funkció az is, hogy az asztalon legyenek, avagy ne legyenek ikonok, mappák. A Nobaránál alapértelmezetten bent van ez a kiterjesztés, én most kikapcsoltam, hogy lássátok, hogy milyen az a GNOME asztal így pontosabban, ami üres. Nincsenek ezen a területen ikonok, mappák. Ha tetszene neked, hogy legyen, illetve szeretnéd, hogy legyen itt olyan ikon, mappa, amit oda helyezel, akkor természetesen egy kiterjesztést, hát jó lenne, hogyha telepítenél, mert annélkül nem működik. Én már telepítettem, illetve hát, ahogy mondtam, alaptelepítésben bent van a Nobarába, telepíted, és hogyha telepítve van, akkor kényelmesen tudjuk használni. Oké, hogyan is néz ki? Nyilvánvalóan bekapcsolod, azt hiszem egyértelmű, az adott lehetőséget, hogy működjön, és ott vannak az ikonok és a mappák. Ennyi, tehát nem jelent ez semmi olyan problémát, ami túlhaladna azon, hogy feltelepítesz egy kiterjesztést és bekapcsolod. Csak azért lépegetek ilyen lassacskán, egyértelműen, hogy aki esetleg nem tudja, hogy mi ez, hát ő neki értelemszerűen képbe kerüljön, ő képbe kerüljön, és tudja, hogy miről beszélünk. Egy kicsit fordítva megy a dolog, nekem telepítve van. Első körben meg kellene nézni, hogy miről is van szó. Részletek megtekintése, és odaugrik egy ilyen részletes magyarázatra, hogy mi ez a kiterjesztés, hogyan fog működni, egyéb ilyen gondolatok. Első körben nézd meg, illetve hát az oldalon is meg lehet nézni, ami ezt tárgyalja a kiterjesztéseket a GNOME-nál, bizony az összes, vélhetően az összes forgalomban lévő GNOME felülethez, GNOME shellhez így pontosabb működni fog. Itt van az oldalának az elérése, rákattintok, nyilvánvalóan te megkeresed, oda megyünk a kiterjesztések oldalára, oda megyünk a GitLab oldalra, igen, mindenképp oda akarok menni, persze, oda akarok menni, hát azért kattintottam rá, és itt megtalálod az egész forráskódot, meg egy viszonylag egyszerű leírást. Azért mondom, hogy viszonylag egyszerű, mert itt gyakorlatilag az, hogy milyen menüpontok, beállítási lehetőségek vannak, oké, angolul le van írva bent a programba az a neve, ha akarod bekapcsolod, ha akarod nem azt a lehetőséget, illetve ilyen manuális installáció, meg egyebeket, fordításokat, mármint programfordításokat, egyéb hibakereséseket leírogatnak bennünk, azt hiszem nem érdekel, legalábbis engem nem érdekel, de ennek ellenére azt mondom, hogyha nincs valami nagyon-nagyon nagy gondod az angollal, illetve a fordítós, magyarra fordító szöveggel, olvasd el, miért, mert képbe legyünk azzal a programmal, azzal a kiterjesztéssel, azzal az akármivel, amit használunk. Egyszer át kell futni kalapkabát, semmi érdekes nincs benne. Oké, miután ez megtörtént, hogy telepítetted, nyilvánvalóan tudod telepíteni, különféle telepítési módok vannak, a legegyszerűbb rákeresel a GNOME kiterjesztések oldalon erre a dologra, és telepíted. A disztribútorod csomagkezelőjében nincs bent ez alapból, mármint nem telepítette, vagy nem elérhető alapból, akkor odamész az oldalra, az Install Robux, örülsz neki, hogy villámgyorsan települ. Nyilvánvalóan, amit említettem, látható ott is, meg természetesen itt is, hogy az összes normálisabb, elérhetőbb, nem ősrégi GNOME-hoz lehet használni. Szerintem ez a nem ősrégi, hát látható, hogy a 3-asokhoz is van. Ott azért nézd meg, hogy az alverziókkal azért együttműködik, vagy nem elég sokkal együttműködik. Oké, föltelepítettük. Gyorsan átfutnék a lehetőségek között. Igazából az az igazság, hogy én úgy egyesével nem fogok átmenni rajta,
tehát az összes lehetőséget nem fogom kitárgyalni. Mindegyik lehetőség egyértelmű, legalábbis véleményem szerint, vagy hogyha éppen gondok vannak az angollal, azért ennyit illik angolul tudni, amennyi ide kell, akkor a Google-al fordíts le. Én igazából csak bemutatom ezt a lehetőséget, illetve megmutatom azt, hogy nekem milyen beállításaim vannak, és hogyha tetszik, telepítsd ezt a lehetőséget, ezt a kiterjesztést. Hát logikus feltételezés, hogy megkeressük a kiterjesztés kezelőben, és megnyitjuk a lehetőségeket. Itt van, be van kapcsolva, igen, ezt visszacsukom, ne lógjon ki, és a kis ikonkára kattintva elindul a dolog. Ne ijedjetek meg, hogy ilyen osztott képernyő azonnal működik, természetesen gondolom senkinek nem okoz nagy meglepetést, én a PopShell kiterjesztést is feltettem, illetve ez nem teljesen igaz, alapból bent volt, és bekapcsoltam a PopShell kiterjesztést, és ilyen ablakkezelő, ilyen osztott, csempézős dolgot fogunk látni. Nyilvánvalóan azt hiszem, nem kell itt nagy okosságokat mondani, nem is az a célom, hogy okosat mondjak, az a célom, hogy megismerjétek, hogy van ilyen, és utána be tudjátok állogatni. Első körben a ikonkának a méretét kell megállapítani, 4 verzió van. Oké, kicsi tetszik, kicsire állított, nagy tetszik, nagyra állított, ami szerintem egy picit kényelmetlen, persze én nekem vannak ilyen eszement gondolataim, hogy a mappák, a könyvtárak, illetve a program egyéb ikonoknak a méretét nem lehet külön szabályozni. Persze, sok egyéb helyen nem lehet, csak én szeretném, hogy mondjuk a map az egy picit nagyobb legyen, a program, vagy esetleg egy szövegfájl, amit oda teszek, és annak az ikonja meg kisebb legyen. Oké, megint olyasmiről beszéltem, ami hát jó lenne, de amúgy se fog belekerülni, mert szerintem az emberek 99%-a azt se tudja, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy érdekli, vagy nem. Legyen fent a home könyvtárad, avagy én nem, az asztalodon lehet látni, nekem a home könyvtár fent van, nyilván, hogyha én valamit szeretnék, például a home könyvtárba keresgélni, nézelődni, akkor egy kattintással, két kattintással, ami beállítható, el fogom tudni érni. A szemetes ikon fönt legyen, ne legyen. Hát azt hiszem, itt okosat mondani lehet, hogy persze legyen fönt, persze ne legyen fönt, azt állítod be, amit akarsz. A hálózati, illetve a felcsatolható külső cuccaid, merevlemez, USB, egyéb, az látszódjon, vagy nem. Hát ez is olyan, hogy neked, ami tetszik, azt fogod megtenni. Ha új ikont hozol létre, hol jelenjen meg? Azt hiszem, ez is egy olyan ízlés dolga, én úgy gondolom, hogy akárhol, ahol neked tetszik, beállítható. A következő két lehetőség természetesen olyan, amit neked kell eldönteni, hogy legyen, ne legyen, látszódjon, ne látszódjon, hogy mozgatsz valamit, vagy nem, illetve a következő már egy kicsit érdekesebb. A GNOME természetesen a Nautilus elnevezésű akármit használja fájlkezelésre, azért mondom, hogy akármit, már jó-jó, de lehetne jobb is egy ekkora asztali környezetben, azért egy kicsit professzionálisabb célra megfelelő, igazából két panelos, négy panelos, különböző programokkal bővíthető, egyszerűen bővíthető fájlkezelőt jó lenne, hogyha beletettek volna, de nem tettek bele, kaptuk a fájlokat, azaz a Nautilus. Van, akinek nem tetszik, hát bizony annak a tesóját, a Nemo nevű fájlkezelőt szeretné használni, amikor ott rákattint, azzal nyíljon meg, akkor természetesen ez beállítja. Hát nekem jó a Nautilus, nyilvánvalóan keresgélni, ide-oda másolgatni, kivágni, rendezgetni, nagyon jó. A soft linkek, tehát a lágy linkek, a rámutató linkek, azokra kerüljön jel, hogy ők linkek, vagy ne kerüljön. Én azt mondom, kapcsoljátok be, különösebb problémát nem fog jelenteni, sötét vagy világos szöveg legyen az ikonoknak a címkéjén, hát bizony ezen lehet vitatkozni, nekem aztán teljesen mindegy, csak legyen ikonon címke, tudjam miről van ottan szó, tudjam, hogy éppen az az ikon micsoda, hogy tudjam, hogy az az ikon mögött mi van. Az egyéb a Nautilusszal kapcsolatos, tehát a megnyitással kapcsolatos, rákattintasz az asztalon lévő fájlra, könyvtárra, akármire, akkor az hogyan működjön? Én azt mondom, hogy valóban. Ezt már azért egy kicsit valóban át kell gondolni, mert az, hogy sötét szöveg, világos szöveg, ízlés dolga. A klikkelésnek a típusa kettő van, azt hiszem sejthető, egyes, illetve kettes. Ez is ízlés dolga, én azt mondom,
Ha valaki kezdő, és ez az egyéni véleményem, ő neki jobb a kettős kattintás, mert nyilvánvalóan kétszer rákattintok egérrel, gyorsan, villámgyorsan, megnyílik, kényelmes, de hogyha egy kattintásra van beállítva, jár a keze, jár az egérmutató, esetleg rákattint, megnyílik, be kell csukni, tudjátok, macera. A következő nagyon fontos dolog. Azt ugye mindenki tudja, hogy a Linux alatt vannak rejtett fájlok, aminek pont a nevének az első karaktere, azokat alapesetben a legtöbb fájlkezelő nem jeleníti meg. Gyakorlatilag ennek megvan az oka, és azért tértem ki ilyen hosszan rá, hogy átlássátok, az nem azért rejtett fájl, mert titkos, meg szivatni akarják a kezdőket, hanem azért, mert hogyha azt véletlenül kitörlöd, esetlegesen, ha olyan, akkor egy programnak, vagy esetleg a rendszerednek okozhatsz gondot. Azaz, hogyha nem látod a rejtett fájlokat, mert igazából nem akarod szerkeszteni őket, akkor rendezettebb kinézetet kapsz, és nincs is az a hiba, hogy bele tudsz barmolni a rendszeredbe, legalábbis ilyen szinten. Akarod-e látni, vagy nem? Hát nyilvánvalóan nekem ki van kapcsolva, hogyha én éppen valami rendszeradminisztrációs, vagy felhasználói adminisztrációs, a saját könyvtáromban lévő rejtett fájlokat szeretném szerkeszteni, akkor nem a Nautilust használom, hanem úgyis tudjátok a Ranger-t. Azaz bekapcsolhatod, kikapcsolhatod, és a menü. A menüben két lehetőség van a törlése, a törlés az egyik olyan módszer, hogy fogja, amit törölsz, azt átrakja a kukába. Onnan vissza tudod állítani, illetve, hogyha ezt bekapcsolod, van egy olyan lehetőség a menüben, hogy véglegesen törlöd. Nyilván az első kezdőknek kényelmes, hogy nem látja ezt a lehetőséget, akkor véletlenül se töröl véglegesen. Igen, igen, igen. Mondhatja bárki az, hogy vannak visszaállító programok. Vannak nekem olyan mentéseim, amiből majd ezt vissza fogom állítani. Aha, de a 10-ből 9-szer nem tudod visszaállítani az állományt, mert nem volt mentésed, és mindenfajta fájmentő, fájvisszaállító, egyéb ilyen dolgokkal kell killódni órákon keresztül, hát bizony elgondolkodsz azon, hogy bizony jó lenne a kukát használni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki már haladó, és olyan gyorsan akar adminisztrálni, mondjuk nagyobb könyvtárakat törölgetni, akkor kihagyhatja véleményem szerint a kuka és a kukába való berakást, hanem egy végleges törlést is választhat. A végleges törlés gyorsabb. Természetesen nincs mozgatás, meg egyéb. Én azt mondom, kezdők, ne használják a végleges törlést, azaz ez legyen szíves kikapcsolva lenni, akkor a menüben csak a törlést látja, nem tudom mi a neve, de majd megnézzük, azt látja, és akkor nincs olyan, hogy véletlenül rosszra fog bökni. Kezdőknél nagyon sokszor előfordul, hogy véletlenül valamire ráböknek, aztán utána kellemetlen lesz nekik az életük, mert Windows alatt megszokták, hogy 6-szor rá fognak kérdezni, hogy valóban ezt szeretnéd, valóban végleg, komolyan végleges, ténylegesen végleges, na hát utána elvégző. Itt azért max. Egy rákérdezést fog kapni, terminálba is időnként kérdeznek, grafikus felületen időnként rákérdeznek, de azért jobb, hogyha ezeket kerüljük. A következő beállítás érdekes, fontos, legalábbis szerintem az előnézeti kép megjelenjen, avagy ne jelenjen meg. Azaz a videónál egy kis képecske jelenjen meg a videó tartalmával, és tudjátok mi az az előnézeti kép. Megjelenjen vagy nem? Én azt mondom, hogy azt kéne beállítani, legalábbis a véleményem szerint, hogy a helyi fájlokon legyen megjelenítés, a többi ne. Beállíthatod, hogy helyén se, tehát egyiken se legyen, illetve beállíthatod, hogy mindig. Nyilván a mindig akkor kellemetlen, hogyha felhő tárhelyeket felcsatolsz, és esetlegesen van bent 500 darab videó, amíg legenerálja azoknak az előnézeti képét, akkor elgondolkodsz rajta, hogy azért minek kellett. Általában a leggyorsabb az, hogyha beállítod azt, hogy nem kell előnézeti kép, aztán kalapkabát. Azt hiszem, ezt egy kicsit túlragoztuk. Azaz, most már mindenki el tudja dönteni, hogy ez neki kell, vagy nem kell. Nézzük is meg, hogyan működik. Hát ezeket becsukogatom. Értelemszerűen az én beállításom szerint megjelennek a könyvtárak, illetve ilyen gyorsindító akármik. Hozzáteszem, hogyha sok mindent telepítesz, és vannak olyan programok, amik szeretnének ikont elhelyezni az asztalra, akkor ha ez a lehetőség
Nincs, tehát nincs ez a lehetőség. Ők csinálnak az asztalkönyvtáradba egy desktop fájlt, csak te nem fogod azt látni, tehát nincs ez a gyorsindítási lehetőség. Hogyan működik? Hát itt a home könyvtáron mellette van egy olyan könyvtár, amit én hoztam létre, ebben ilyen letöltött anyagok vannak a Linux rendszerhez, gyakorlatilag semmi érdekes nincs benne, csak rámutattam, hogy ez így működik, ezt becsukom. Nyilván, hogyha ezt ki szeretnéd törölni, vagy valamit el szeretnél végezni, jobb egergomb menüből választasz, látható, hogy gyakorlatilag mozgasd a szemetesbe, a kukába, az van nekem, ha bekapcsolnám a végleges törlést, akkor itt olyan lenne, hogy végleges törlés, azt is tudnám választani. Amikor ez a kiterjesztés működik, üres területre kattintva megkapod a szokásos lehetőségeket, azaz új folder tudsz létrehozni, új mappát tudsz létrehozni, új dokumentumot létre tudsz hozni. Az természetesen ezt máshol is, máshogy is meg tudod csinálni fájlkezelő műveleteket, de az asztalon lévő dolgok, ha azok rendezettek és kellő mennyiségűek, azért jók, mert gyorsan eléred azokat a dolgokat. Egy projektnél, hogyha itt van egy ikon, itt van egy mappa, inkább így mondom, és abban van minden, nem kell fájlkezelőhöz oda menni, megnyitni az adott fájlkezelőt, megkeresni, villámgyorsan meg lehet természetesen az adott mappát, és abban műveletet végezni, hanem az asztalról el tudod indítani. Oké, a másik dolog, hogy hát bizony, egy idő után úgy néz ki az asztalod, mint ahova odahánytak, nyilván, ahogy a saját íróasztalodat, munkaasztalodat, munkaterületedet, valamilyen szinten, most ránéztem a sajátomra is, azért mondtam, hogy valamilyen szinten karba tartod, hogy rend legyen ott, időnként összerakod, úgy az asztalon is össze lehet rakosgatni, és logikusan lehet látni a beállítási lehetőségeket, ki tudod jelölni az összeset, az ikonokat rendezgetni tudod, meg tudod nyitni terminálba, a hátteret tudod megváltoztatni, ezt nem szoktam, mert ez speciális saját hátterem van, az ikonokat be tudod állítani, és ennyi. Gyakorlatilag nagyjából átfutottunk rajta egy kis kertcsináló volt, hogyha valakinek olyan igénye van GNOME felületen, és a disztribúciója nem adja alapból, akkor ezt telepítse, mert van rá lehetőség. A lehetőséggel megint mondom, lehet élni, ha kell, és hagyni a fenébe, elmenni mellettünk azt a iszonyat jó ingyenes lehetőséget, hogy fölrakjunk egy ilyen kis kiterjesztést, hagyjuk elmenni, ha nekünk nem kell. Nem azon kell vitatkozni, azért mondom, mert pontosan ezen kiterjesztés mentén valamelyik Reddit fórumon majdnem agyonverték virtuálisan egymást, hogy milyen baromság az egész fölösleges, a másik mondta, hogy milyen szuper, és ennélkül nem lehet élni. Én, az az igazság, tudok nélküle élni, i3-at használtam. Tudok vele élni, XFCE-t is használtam. Tehát mindenki el tudja dönteni, hogy neki mi kell. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és jó GNOME használatot kívánok mindenkinek!